A térség gazdálkodóit és mezőgazdasági termelőit várta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves megyei szervezete csütörtökön Füzesabonyba. Nyitrai Zsolt Egerés térsége országgyűlési képviselője az eseményen kiemelte, fontos a találkozó és a párbeszéd a gazdatársadalommal, ugyanis a kormány 2010 óta stratégiai partnerként tekint az agráriumra és a gazdákra. A képviselő ismertette a 8 év közös eredményeit. A területalapú támogatások jelentős mértékben növekedtek 2010-hez képest. Alaptörvényünk tartalmazza azt a nagyon fontos dolgot, szerintem európai szinten egyedülálló módon, hogy hazánk az egy GMO-mentes ország, és erre rendkívüli módon odafigyelünk. Beindult a Földet a gazdáknak program, ami azt jelenti, hogy az állami földek azok magyar gazdák kezébe kerültek. Mindamellett támogatták a fiatal gazdálkodókat és országszerte termelői piacokat hoztak létre. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a fórumon elmondta, az ágazatban óriási fellendülés történt. Ha az elmúlt 7 évet nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy minden egyes évben Magyarország a 3 legdinamikusabban fejlődő agrárgazdaság egyike volt az Európai Unió tagságán belül. Ennek eredményeképpen mindegy, meg másfélszereztük a kibocsátásunkat, meg másfélszereztük, majdnem megdupláztuk az export teljesítményünket értékben. Több mint 70 ezer emberrel többel adunk munkát, mint 2010-ben, és még további érdemi fejlődési lehetőség áll előttünk. Györfi Balázs hozzátette, a céljuk, hogy ez a fejlődés folytatódjon, valamint a 2021 utáni időszakban is minél több támogatást tudjanak lehívni az Unióból.